Az én városom, tudod, két részből áll. Itt élek én, hol együtt él a 22 tartomány. Az én városom, tudod, két részből áll. És itt is állt, meg ott is állt az idő folyó partján, és ő nem írta soha a nagy világ sorsát. Hagyta inkább, hogy vezessék útján a keresztek, a csillagok, a hírhet kicsik és híres nagyok. Türelem. Talán ez az egyik legszükségesebb tulajdonság, ha valaki természetfotózásra adja a fejét. Akár hónapokig kijárni az űrgelyükhöz, és várni a nagy pillanatot, ami talán bekövetkezik. Míg más számára kiváltságos pillanat egy fürge űrgét megpillantani, addig Vince Bálint már-már hazajár hozzájuk. Egyszer felesége tréfásan meg is jegyezte, akár a nevére is vehetné a kis jószágokat. Az űrgék azok nagy kedvencek, egyrészt maguknak a természeti képeket kedvelő szeretőknek is. Egyrészt egy borzasztóan kicsi állatkáról beszélünk, és nagyon félénk állatkáról, amit nagyon könnyen, bármilyen hihetetlen az ember meg tud szelídíteni. Hát ugye a hasára ugye, nagyon ad, és bizony vannak trükkök, amit a természetfotósok azért beszoktak vetni, én is azért szorgalmasan etetgettem őket, hogy lencse végre vegyem. És hát meg kellett persze először találni a kedvenc eledelüket, a kedvenc időpontjukat, mert egy nagyon kényelmes állat, tehát nem kapkodja el a reggeli felkelést, és nagyon hamar lefekszik, tehát, és még délbe is alszik a lelkem, úgyhogy igen, lehet velük kísérletezgetni, és ennek a kísérletezésnek az ára volt, hogy azok az egy-két űrge portré, illetve az az űrge kép, ami most már azért azt mondhatom, hogy a világot is helye közel meg kóstolgatta a képeimen keresztül. Ezek gyakorlatilag magát Paksot is egy kicsikét szimbolizálva, hiszen Paks emblematikus állatkájáról beszélünk. Hát egy kis népszerűséget, illetve egy kis szint vitt bele a természetfotóimba. Az atomerőmű grafikus tipográfusa jó néhány éve a természetfotózás megszállottja, szakmai tevékenysége elismeréseként tagjai sorába fogadta a Magyar Természetfotósok Szövetsége is. Nagyon sokat kell még tanulni. Tehát az, hogy igazán tökéletes kép, az bátran mondom, hogy nincs. Tehát én soha nem vagyok megelégedve egyetlen egy képpel sem. Mindig már várom a következő lehetőséget és alkalmat, hogy egy kicsit más kép megpróbáljam még jobban megjeleníteni azt a pillanatot. Bár ezek a pillanatok nyilván többnyire megismételhetetlenek, de azért helyel közel lehet közelíteni a témához. Ha igazán egy képet szeretnék kiemelni, az magán a borítón, a Genuine Album borítóján szereplő, a színtartó bukónál, az erőmű udvarán készült kép, ahol szürkegémek és nagy kócsagok táplálkoznak egy téli táplálék szegény időszakba. Ott halban gazdag a víz, és hát ezt a madarak nagyon jól tudják, és rendszeres látogatói ott van, és egy fix lesem, és ott sikerült egy képet készítenem, illetve több képet, de csak azon az egy alkalmon, ami aztán nagyon sok szakembernek is megnyerte a tetszését, sőt, arra vagyok a legbüszkébb, mikor a Natura Artba felvettek, és hát a képek, ugye vetíteni kellett a képeket, és mikor ezt a képet vetítettem, akkor a Natura Art elnöke, illetve több tagja is megkérdezte, hogy a világ melyik pontján készítettem ezt a képet, és amikor közöltem velük, hogy hát az atomerőmű udvarán, hadd ne mondjam, hogyan reagálták le, szerintem számukra is hihetetlen volt. Egyrészt erre vagyok büszke, meg magára arra a körülményre, lehetőségre, hogy ezt a képet ott és olyan módon ellenfénnyel el tudtam készíteni.
Képeit megcsodálták már Moszkvában, Prágában, Bécsben, az ENSZ székházban, legutóbb pedig éppen Rióban. Nem vagyok ökológus, nem nagyon értem a természet rejtelmeit, viszont szeretem járni, élvezem, és azt, ami nekem tetszik, azt megfotózom. Most per pillanat a Szentgyörgyi Láperdőnek szentelek több időt az átlagosnál, bár nem feledve, ahol most állunk, az Ürgemezőt sem, mert közel 3 éve rendszeres látogatója vagyok a kis ürgéknek itt. Tervezek valamit, amiről most egyelőre nem akarok bővebben beszélni, de minden esetre azt elárulhatom, hogy a kis ürge lesz a főszereplője. Ami megjelent tavaly albumom, abban úgy nagyjából lehet is érzékelni a genuin, hogy a madarak azért nagyobb hangsúlyt kapnak a fotózásban. Bár kemény kihívásokkal jár, ennek ellenére azt mondja, a természetben kintöltött idő egyetlen pillanatát sem cserélné másra. A Pazar természetfotókat felsorakoztató Genuin című albumát az alábbi gondolattal vezeti be. Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik hiszik, hogy nem kell feltétlenül a világ másik oldalára elutazni, hogy szépet lássanak. Mikor ide kerültem 82-be, akkor számomra Paks nem volt más, mint egy atomváros. Tehát nem különösebben foglalkozom, nem is az erőműhöz jöttem ide dolgozni, hiszen már 78-ba hívtak ide, hogy legyek az erőműnek a grafikusa, még a szekszárdi nyomdában dolgoztam akkor, de én elutasítottam, én Paksra nem akarok jönni. És lám-lám, mit tesz az idő. 80-as évek elején bizony ide jöttem, itt találtam állást, itt neveltük föl a fiunkat, itt építettünk családi házat, és itt szereztünk barátokat, ismerősöket, és gyakorlatilag azt mondhatom, hogy az idő múltával, ahogy egyre inkább megismert sok-sok mindent Pakson az ember, úgy nyílott ki körülötte a világ is. Először számomra se volt különösebb az Imsosi erdőn kívül talán más látványosság, amire azt mondtam, igen, ez azért olyasmi, amit természetnek hívunk. De ahogy elkezdtem a fotózás, és nyilván maga a kutatás, ennek az elmélyülése a témákba, bizony rá kellett döbbenteni, hogy egyszerűen körbe vagyunk véve csodákkal. És nem csak ezen az oldalon, tehát nem csak a Dunának a Dunántúli részén, hanem amelyik fantasztikus volt most már 1-2 éve, elmondhatom, az is rendszeres téma nekem, a túloldal. Tehát maga a sík, az alföldi sík, amire aztán igazán csak csodálattal lehet rátekinteni. Nem régiben jártam a levegőbe fönt a túloldalon a Nemzeti Parkot légifotózva, hát döbbenetesen szép pillanatoknak lehet szemtanúja az ember. Az én városom, tudod, két részből áll. Itt élek én, hol együtt él a 22 tartomány. Az én városom, tudod, két részből áll, és itt is állt, meg ott is állt, az idő folyó partján, és ő nem írta soha a nagyvilág sorsát. Hagyta inkább, hogy vezessék útján a keresztek, a csillagok, a hírhet ki.